Maramides Szilvia, vasutas művelődési ház intézmény vezetője a vendégünk, és népmese pontot avattak itt a házban. Jó estét, szia! Gyakorlatilag ugye az elmúlt hétvégén mesébe borult az egész vasutas művelődési ház. Egy nagyszabású pályázat kapcsán mesélj erről a történetről egyáltalán. Mekkora volt ez az összeg, és milyen szempontok szerint költöttétek el tulajdonképpen? Igen, tehát az elmúlt hét vasárnap nyitottuk meg a hetet hétmesevilág népmesepont elnevezési új családi színteret, és hát ez egy visszanemtérítendő uniós és a magyar kormány által támogatott pályázat volt, illetve már most támogatás, amin 80 millió forintot nyert el a művelődési ház, és hát ugye, mint minden pályázatnak megvan határozva, hogy mi az, amire elkölthetjük. Átalakítási munkálataink voltak, az intézmény udvarán található kupégalériaként működő, illetve szeptember 8-ig kupégalériaként működő vonatot kicsit új ruhába helyeztük, és az intézmény hátsó részét, ami közel 100 négyzetméter, teljesen átalakításra került. Mennyi ideig tartottak tulajdonképpen a munkálatok addig, amíg a nagy közönség ugye gyakorlatilag elfoglalhatta ezt a csodálatos mesés birodalmat? Hát mi a nyarat aktív munkával töltöttük, június 1-től indult a pályázat, úgyhogy igazából június és augusztus 31 között zajlottak a munkálatok. Gyakorlatilag mit vártok ettől az új lehetőségtől? Mennyire változik meg a háznak az élete? Hát a ház élete olyan szempontból megváltozik, hogy ugye a mi közönségünk leginkább az aktív nyugdíjas korúak, ami nem baj, mert abszolút olyan életet hoznak a művelődési házban, amit korábban nem tudtam én magam elképzelni, amíg nem dolgoztam itt. De ugye itt megjelenik egy másik korosztály, megjelennek egyrészt az óvodások, illetve az alsó tagozatú, illetve az általános iskolások is. Talán elképzelhető, hogy éppen a nagyikkal együtt érkeznek majd hétvégén, és ugye a nagyik számára ez már egy megszokott, bejáratott terep, a gyerekek számára pedig új lehetőségeket nyújt majd. Milyen foglalkozásokkal várjátok a gyerekeket? Hát foglalkozásaink száma szinte végtelen, mondhatom így. Igazából tényleg nagyon sokféle műhelyfoglalkozás, alkotócsoport, klubfoglalkozás, ugye ez attól függ, hogy az egyes iskolai, illetve óvodai csoportok milyen gyakorisággal jönnek majd. Színházi előadások, bábszínházi előadások, táborok, tehát igazán tényleg végtelen a tárház. És maga azoknak a foglalkozásoknak a száma, illetve hogyan képzeljék el a kedves nézők, amelyek kifejezetten ugye a népmese pont égisze alatt történnek majd? Hát igazából a népmese pont gyakorlatilag együttműködési megállapodásban áll, megyeszerte 34 oktatási nevelési intézménnyel, nyíregyházi tankerület, egyházi iskolák, nyíregyházi óvodák, illetve Máté Szalka és Kisvárda tankerület iskoláival. Tehát gyakorlatilag ez egy szervezetten történő szabadidős foglalatosság, ami alatt igyekszünk játékosan, de tanítani a gyerekeket. És emellett persze egyéni bejelentkezéseket is várunk majd, tehát igazából nagyon széles az a kör, akiket várunk. Egyébként az országban hány ilyen, vagy ehhez hasonló népmesepont működik? Hát én úgy tudom, hogy eddig 5 nyílt meg, de talán 11 néhány, akik. Ugye említetted, hogy vasárnap volt tulajdonképpen a megnyitó, és azért ez sem volt egy hétköznapi megnyitó, tehát valóban megadtátok a módját, hogy sikerült, milyen volt maga az esemény? Jól sikerült. Hát kicsit felbolygattuk ott a szomszédok életét, de felkészítettük őket, hogy egész nap bent is és kint is zenehallgatás, mesélés, kicsiknek, nagyoknak. Gyakorlatilag Magyar Népmese Színház volt nálunk, Huzella Péter, tehát igazából
abszolút jó volt, szerintem. Már csak, hogy így említetted, hogy gyakorlatilag 5 hasonló van az országban, meg kellett valamiféle egységességnek felelni, vagy hogyha a gyerekek jönnek, mennek majd Magyarországon, akkor mindenhol valami más mesés dolog várja őket? Hát gyakorlatilag kicsit mind a kettő, mert ugye a szakmai tervben, illetve a szakmaiságban azért csak hasonlóképpen működünk, illetve ismerjük egymást 5 nyílt eddig, tehát azokkal a kollégákkal már felvettük a kapcsolatot korábban. Tehát így ilyen szempontból hasonló látványvilágban és megjelenésben persze azt gondolom, hogy teljesen más. Arra gondoltam, ugye, hogy így említetted, hogy tankerületekkel, egyházi intézményekkel is kapcsolatban vagytok, hogy valóban nyitnia kell akár a művelődési otthonoknak is egy kicsit talán helybe meglátogatni a gyerekeket ahhoz, hogy később ők is ellátogassanak hozzátok. Mennyire nehéz ma, vagy mennyire könnyű esetleg bevonzani mondjuk a fiatalokat egy-egy kulturális programra? Hát nem könnyű, nem könnyű, de a mostani tapasztalatok azt mutatják, hogyha így szervezetten jönnek, akkor nagy igény van rá. Tehát várják a gyerekek, már ugye mi most hétfőn elkezdtük az első foglalkozásokat, kimentünk, kivittük a mesepontot olyan helyszínre, ahonnan ugye a gyerekek nem tudnak csak úgy átsétálni, de voltak már a szomszédos iskolákból is, és várják a következő órákat, úgyhogy én remélem, hogy ez egy ilyen úttörő dolog is lesz. Nos, hát azt gondolom, hogy ennek a mesepontnak most már a kellő hírverést megtettük. Vannak-e még olyan programjaitok most itt az őszi időszakban, amelyeket mindenképpen ajánlanánk a kedves nézőknek? Van, igen, 2 darab nyílt programunk lesz most, ugye szeptember 30-a a Magyar Népmese napja, tehát ehhez mindenképpen kapcsolódunk. Szeptember 27-én bábszínházi előadást tartunk, és 28-án pénteken pedig mágikus mesenappal készülünk. Mondjuk azt, hogy az egy négyzetméterre jutó boszorkányok és varázslók száma több, mint sok lesz azon a napon az intézményben. Ez mind a két programra ingyenes a belépés, viszont regisztrálni kell. Hol tehetik meg a nézők? A Vasutas Művelődési Ház honlapján, illetve a Facebook oldalán lesz minden információ rajta, és a Vasutas Művelődési Ház e-mail címén lehet majd regisztrálni. Hát köszönöm szépen, Szilvia, akkor kívánunk nagyon szép mesés perceket, pillanatokat, és azt, hogy tényleg minden generáció menjen, és érezze jól magát nálatok is.